Sziasztok! Ebben a videóban, hát itt az unboxingoló, ennek mindig van valami oka. Akkor mindig valamit kibontunk. Fejtetőn van? Vagy így van? Most egy ilyen slime készletet fogunk kibontani, és ez a videó azért is nagyon különleges, hiszen Erdélyi Mónikától és Mollytól ismét kaptam egy hatalmas nagy csomagot, úgyhogy ismét lesz egy csomó videó, de no spoiler, bontsuk is ki! Nem mondom el, hogy mik lennek, mert akkor nem lenne igazi eredeti. Értitek? Értitek. Úgyhogy bontsuk is ki. Egyébként ilyen szülői felügyeletet csináljatok mindenféleképpen, mert ezek ilyen ragasztó, szóval mindenféleképpen. Értitek? Kérdezhetek? Igen. Az index kép az hogyan legyen? Mikor készen van a slime, és így széthúzom. Jó. Szóval hoztunk ide tálat, meg spatulát, de szerintem az asztalról leveszem a terítőt, nem? Vegyük le! Vagy csak egy kicsit így valahogyan odébb rakom, mert akkor már ne legyen olyan a terítő. Spatula! Spatula! Szükséges, olló, tál, spatula, és hát oké. Illet. Ezt hogyan kéne kibontani? Megvan. Ez most nagyon süt a nap. Igen, nagyon süt a nap, a fényekért, bocsánat. Szóval így, így kell. És ki kell húzni. Erre felé. Hogyan? Hogyan? És kiburítsam. Itt már látok valamiket. Itt van a különleges aktivátor. Valószínűleg ez csak kontaktlencse folyadék, nem? És itt van a különleges slime ragasztónk. Húha, jól néz ki. És mint tudjuk, ez az igazi ragasztó, a külföldi igazi ragasztó. Áttetsző, tiszta. Igen, áttetsző, szóval a csillámok jól fognak bemutatni, hiszen tartoznak hozzá csillám. Még van itt nekünk egy ragasztó, mi el fogjuk készíteni az egyik ragasztót, és majd így szétválasszuk, felére így négy lesz. Mert amúgy csak kettő lenne, de akkor legyen négy. És itt van még egy különleges folyadék. Az egészet bele kell rakni? Nem, ez dupla slime. Tehát csak egy-egy üveggel. Így még egyszer tudsz majd valamikor keverni, amikor akarsz. Szóval elsőre csak egy picit csináljunk? Nem. Hanem csak ezt, az egyik, ne bulló. És ezt össze lehet keverni, ez pedig megint egy másik keverés. Szóval most csak az egyiket csináljuk. Nem? Igen, hát szerintem elég annyi. Jó. Tehát azt mondom, hogy amikor akarsz, máskor is tudsz majd még keverni. Igen, igazából ez jó ötlet, szóval kettőztetni. Még valami itt. Na várjatok, mert a kamera nem tudom mennyire vissza. De itt vannak belül a csillámok. Van itt nekünk, ez glitter glue, piros glitter glue. Arany glitter glue, és nem fér be a kezem, és kék és zöld.
glitter glue. Kéknek nagyon szép színe van, szép világos. Szerintem erre van a szükség. Az a kérdés, hogy milyen színűt csináljunk. Te milyet szeretnél? Nem tudom, mindegyik ez szép. Ez is nagyon jó, ez is. Ezek is szépek. Én ezt vagy ezt választanám. Vagy keverjük meg és választasz. Jó, csak veszem. Vagy... Na. De tényleg kavard meg. Kettő legyen. Legyen kettő, ő lesz, és ő. Ó, kék és zöld. De ha összekeverjük a kettőt, akkor... Akkor az milyen lesz? Hát ilyen kék és zöld. Hát úgy értem, hogy lehet kettőt egybe? Persze, hogy lehet, de mivel ezt a kettőt is szét fogjuk felezni... De miért? Mert akkor kapásból kettő lesz. És amikor nagyobbat szeretnék, egybe tudom gyúrni. Én arra gondoltam, hogy kapásból összeöntjük az egy-egy üveget. Így akkor tuti, hogy jó lesz, nem? Tehát most akkor méricskéljek? Próbáljuk meg úgy? Vagy csak így. Elkészítjük az egészet. Igen. És szétválasztunk. Inkább. Én is azt mondtam, de... Ja, jó, bocsánat, én másképp gondoltam. Szóval, itt vannak a hozzávalók. Kibontjuk a rosszul. Ez olyan különleges, egyre sem tudom, hogyan kell kibontani, de... Így. Vigyük le a kamerát, vagy tekerjük le az egészet, és így nem fogod sokáig tartani. Ja, úgy. És gancsuk? Aha. Oh, de satisfying! Tényleg nem tetsző. És milyen nagy! Esküdöm, én vagyok. Tartsam. Ragasztó illata van. Én tartom így, yeah. Amíg beleöntöd a másik folyadékot. Ebből az egész kell? Mert ahogy látom, ebbe még... Apa, ebből az egész kell? Igen. Hát jó, akkor öntsük. Ready, steady, go! Ó! Szépen lassan adagolom hozzá. Jó. Tehát ne egy helyre. Egyelőre elég lesz ennyi, mert... Nem, hát az összes. Azt se akarom, hogy túlságosan... Nem, hát azt írja, legyen. Hogy össze kell önteni a kettőt, baba. Ennyi van, szóval... Tehát össze kell önteni, benne össze kell minden. Keverni, és igazándiból még az volt ráírva, hogy egy óra múlva éri el a teljes állagot. És ha most tudod, akkor kevergeted? Persze. Mindaddig fogom. Aha, már kezd lájmosodni. Nem tudom, mennyire látszik, de ez már kezd lájmosodni. Látjátok? Apa, nem látod? Nézd! Aha. Szóval lesz, most szépen kavargatom, addig pedig beszélgessünk valamiról. Apa! Gyere, hozd ide már a kamerát, hát nézd! Nézd! Ó, de jó lesz ebbe belenyúlni, már érzem. Mi ez? Nincsenek dobozaink. De van, van. Úgyhogy majd el tudom rakni, ha mindegyik az, hogyha megvan. Na, megkeverhetem én is egy picit. Ne gyújjak bele még kézzel. Hát én nem tudom. Még nem?
Ez ilyen sűrű. Annyit el szeretnék nektek mondani gyorsan, hogy ez a pulcsi is Eddie Mónikától és Mollytól van. Szóval nagyon szépen köszönöm. Hát a kezeimet azokat ne nézzétek, csak tönkre tesznek, de értitek az orrát. Megfogod a tálat? És akkor egy kicsit erősebben átkavarjuk. Uh-huh. Egyébként már kezd, lehet, hogy csak egy fél órát fogjuk hagyni állni, mert fogány. Bocsánat. Jól néz ki. Most rakjuk bele a glút, vagy egy kicsit majd gyúrjuk meg így is. Szerintem ebbe tuti belenyúlhatsz. Ez nagyon sűrű lett. Nem, még ragad. Ragad? Aha. Akkor kell egy kis zsepi, addig még elmész zsepiért, én még kevergetem. Jó, csak most lerakom. Sziasztok! Ez olvastuk az útmutatót, azaz a dobozon lévő írásokat, és egy óráig kell hagyni pihentetni. Mi azért ennyi ideig nem fogjuk pihentetni, hanem csak mondjuk egy fél órát, addig pedig várjuk, hogy történjen vele valami. Egyébként az átlátszó szlájmoknál mindig úgy van, hogy kell hagyni neki idő, és akkor lesz átlátszó, hiszen a nyomkodás hatására buborékos. Szóval egy csettintésre el is fog telni fél óra. Annyit el szeretnék mondani nektek, hogy az előbb belenyúltam kicsit átforgatni. Letelt az egy óra, viszont még kell neki egy nap minimum, hogy ezért jó állaga legyen, mert még ragad. De ez egy olyan slime, ami ha eltelik neki idő, akkor ki fognak párologni belőle azok a cuccok is, slime lesz. Mert már látjátok, hogy azért ez slime, csak még ragad egy picit. Igazából meg kell gyúrogatni, és jó lesz, szóval már kezd jobb lenni. Nem tudom, mennyire látszik, már válik le az ujjamról. Vegyük szét, és színezzük meg. Kivehetem az asztalról? Kirakhatom az asztalra? Ezt elveszed? És három, amúgy nagyon jó! Még kicsit be kell járatni, mert az is lehet rossz egyébként, hogyha hideg a slime. Amúgy jól néz ki. Nagyon. Szóval felezzük szét. Nagyon jó. Amúgy jó nagy darab lett. Igen. Sanyi bácsi segíte. Ja, mind a kettő fejem. Fordíts ki, mutasd a két tenyered. Amúgy nagyon jól néz ki, csak hogy szedöm le. Akkor segítek viszont akkor egy csöpp szünet. Majd találkozunk. Hallgassátok! Egyébként jó, csak meg kell kicsit gyúrni, és már jobb. Nem tudom, mennyire látszik, de már nem ragad annyira. Szóval úgy döntöttünk, hogy most csak őt fogjuk beszínezni, méghozzá a kékkel. Él! Mit keltettünk itt életre? Kicsikét is kilapítgatom, aztán szerintem bontsuk ki. Ez glitter glue, vagy glitter? Glitter glue. Mit írjunk bele? Miért ezzel lehet írni? Hát persze. Ó, ez zselé. Hát igen. Én nem tudtam. Azt hittem, ilyen csillámpor ez. Glitter glue. Jó, biztos. De jó. Bocsi, hogyha kicsit csúnya.
Erősen kell nyomni. Oh! Oh! Jó, látjuk azért, hogy nyíla. Jó. Ne, Ella. Úgy-úgy, szóval gyúrjuk. Hajtsuk bele. Mint egy rétest, vagy valamit, nem? Egy buktát. Amúgy jó érzés. Aha, nagyon. Játszani kell. Játszani kell. Ó, lehet, hogy kevés is, nem? Ez kevés. Mármint az a szín. Miért még rakjunk bele valamilyen színt? Mondjuk az a... Jobb lett az állaga, ugye? Igen. Hát mondjuk lehet, hogy még gyúrni kell. Gyúrni le! Remélem, jól fel tudom venni, amit csinálsz, mert pont tükröződik a telefon bele a szememhez, és nem látom, mit csinálok. Akkor vigyük le ide az asztalra, és így biztos látszik, mert mutatnám, hogy már jobb lett az állaga, tehát már így levírom magamból szedni. Nyomjunk még bele egy kicsit, nem? Igen, jó. Ketten? Nem, azt nézem, hogy... Aha, most jön. Még. Jó, legyen jó csillámos, menjen. Oh. Az egész szert? Hát, jó, oké, elég. És... Apa! Ja, jó. Bocs. Jó, na, három, kettő. Jó a hangja. Mi van a kezeden? Kupak! Ne féljél tőle, az csak slime. Hallgassátok! Hát a zsebbiben leragadt. Okay. Mondtam, hogy nem látom a telefont. Ez kuka, gondolom. Igen. Jó van, nem van. Nem tudom, mennyire adja vissza a videó, de nagyon szép. Visszaadja, hogy milyen csillámos. Már elközelítek. Most van fókusz. Aha, ilyen nagyon aprók. Aha, most csillogott. Szerintem nyomjuk bele azt az egész kéket. Akkor nyomjuk. Belenyomhatom? Nyomjad nyugodtan. Már sokat belenyomtunk, nem biztos, hogy maradt benne. De még van egy kicsi. Mert nem a slime-ba nyomod, miért az ujjamra. Lerakom a telót, hogy belenyomja az összeset. Nézd ki, itt az óceán. De, menő! Összegyújjam. Uh-huh, persze. És ezek a bongók. Olyan lett. Anya kinyír. Az lejön majd. És eléggé nehéz a slime. Három, kettő. Apu. Index kép. Jó. Akkor mindjárt találkozunk, csak csinálj. Oh,
Szóval annyit el szeretnék nektek mondani, hogy a fények nem tökéletesek, nem tudom, hogy mennyi látszódott belőle. A slime áragáról annyi, hogy nagyon jó, nagyon krémes. Ne ijedjetek meg, hogyha ilyet vesztek és ragad, kell neki pár nap, míg bejáratjátok, és jó állagú lesz. Szóval ne ijedjetek meg, ez a slime milyen, kell neki pár nap, hogy ugye míg bejáratjátok, addig akkor lesz tökéletes állaga. Pár nap nyomkodás után. Szóval nem tudom, mennyire látszik, látjátok, hogy már így, hogyha csinálok ilyet, lejön a kezemről. Csak megsül a szemem, de nem baj. Lehúzzam a redőnyt. Nem muszáj, kicsikét még húzogatom aztán. Szólj, Menti. Elég lesz így. Látsz ugyanis valami. Ja. Fogadjunk most már túl sötétet. Nem, egész jó. Nem tudom, mennyire látszik, de átlátszó. Nehéz dolgozni vele, mert olyan puha. Wow. Ki szereti a slime-ot? Aki szereti, küldjön rá lájkot és írjon kommentet. Igazándiból nem lett olyan kék. Azt hittem, hogy ettől sokkal kékebb lesz. Hát kell is átlátszónak lennie. Ja. Hallgassátok! Ja, hogy ez nem színezi meg, csak ilyen csillogós igen. Lesz. Hát a glitter glue ez. Ki szereti a slime hangját? Írjon kommentet róla, igen vagy nem. Szamár videó. Álszamár. Igen, szamár. Szóval el is köszönnék. Ennyit szerettem volna mára, hogyha gondoljátok, iratkozzatok fel, nyújtok egy lájkot, nyújjátok be a csengőt, és azon belül is az összes szocsát nem maradjátok le egy videónkról se. Ezt pedig videón kívül beszínezem. Videód a kamerát. Azt szerintem megcsinálom egy kissé karácsony. Annyira paró! De nagy! És amúgy lejön a kezedről. Igen. Látod? Csináljuk egy kis gombócot. És jó lesz. Gombócot? Hát olyan puha, hogy nem lehet. Olyan puha, hogy nézd, folyik. Ez ilyen nem formázható, hanem ez inkább ilyen nyomkodó. Hát nem tudom, mennyire sikerült. Ráközelítek még egyszer. Látszik benne az a csillám. Olyan szép és gyönyörű, hogy ez hihetetlen, de sziasztok. Becsük. Csövi. Your magic. De jól recseg!